A nagycsaládosok ajándékozásával kezdődött az adventi vásár december 17-i hétvégéje a Bikás Parkban. A gyerekek, illetve szüleik örömmel vették át a meglepetéseket. Az eseményen résztvevő Bakai Nagy Zita alpolgármester beszédében az ünnep különlegességéről beszélt. Hozzátette, minden család életében különös hangsúlyt kap az összetartozás és a szeretet. Újbuda szintén olyan, mint egy nagy család. Újbudaiak maradunk, és büszkék vagyunk, hogy újbudaiak vagyunk. És amit itt kapunk, az ugyanaz, amit egy jó családból hozunk. Soha nem felejtjük el, és visszatérünk ide mindig. Az utcákra. A színpadon zenélő Alma együttes dalait a legtöbb gyerek a zenészekkel együtt énekelte. Azt gondolom, hogy ez a titka egy jó gyerekbulinak, hogy a gyerekek szeressék az előadó művészt, és a barátjukként gondoljanak rá. És akkor tulajdonképpen a tenyerükön hordoznak engem, és ez jó érzés. A kicsik az eseményen találkozhattak Grinch-el, és közös fényképeket készíthettek vele a fotósátorban. Voltak még kézműves foglalkozások, arcfestés és csillámtetoválás. Az adventi varázslóiskolában különböző trükköket tanulhattak meg az érdeklődők, például, hogy hogyan lehet egy pohárral üveggolyót reptetni. Misi Bohóc fél órás színpadi műsorával szórakoztatta a legkisebbeket. A fantáziára bízva bármit ki lehet találni. Tehát, hogy az ember ügyes, jó kézügyesség és van fantáziája, akkor meg lehet csinálni, igen, egy csomó tök jó bűvésztrükköt, és ki lehet találni, igen. A 11. kerületben idén először, de hagyományteremtő céllal rendezték meg a Bikás Parkban az adventi vásárt.